Köszöntöm a Városi Televízió nézőit! Ez a Kulissza című kulturális magazinunk, amelyben ízelítőt adunk az elmúlt időszak kulturális eseményeiből. Tartsanak velünk! Negyedszer indult útjára a komp, azaz a kortárs művészeti panoráma. Az országhatárokon átnyúló vándorkiállítás első állomása a hagyományokhoz híven itt a Flesskároly Kulturális Központban volt, ahol neves képzőművészek munkáit tekinthették meg az érdeklődők. A rendezvény célja évről évre a résztvevő települések, művészek közötti kapcsolatok megerősítése. Zene, költészet, képzőművészet találkozott a kompon, azaz a kortárs művészeti panorámán, amely immár negyedik alkalommal köti össze az embereket, országokat a művészet erejével. A rendezvény létrejöttében jelentős szerepet vállalt a Rotary Klub Moson-Magyaróvári szervezete. Annak idején, amikor elindultunk, akkor egy kicsit mások voltak a két ország közötti viszonyok, és pontosan az volt a mottója, kiinduló pontja ennek a rendezvénynek, hogy összehozzuk a Duna két partján alkotó művészeket. A komp mára a képzőművészeti élet jelentős eseménye a régióban, amely rangot jelent a benne résztvevőknek. Idén 19 magyar és szlovák alkotó festményeit, grafikáit, szobrait, fotóit állították ki a Flesskároly Kulturális Központban. Értéket közvetít és értéket mutat fel, és mindazok, akik mint művészek részt vesznek benne, és mindazok, akik mint nézők, műértők szemlélik ezt a világot a művészek által tartott tükörben. Azt hiszem, egy olyan élményben van részük, amelyre évről évre szeretnének részt venni benne. Azt hiszem, hogy nagyon jó tükröt tart mindig a egy-egy év munkái az aktuális világ elé, hogy hogyan szűrődik át a mindennapi események, a hétköznapok egy művész lelkén, és mi fogalmazódik meg abból, és mit tár aztán a nyilvánosság elé. És én hiszem azt, hogy mindnyáján, ahogy és ahányan nézzük, ez annyi jelentéssel bír, és mindnyájunk számára más és más jelent, de mégis valahol annak a kutatása, hogy annak a művésznek mi fogalmazódott meg, mi tükröződött át, mi szűrődött át a lelkén, annak a felfedezése egy nagyon izgalmas és nagyon csodálatos dolog. A rendezvény célja a barátság, a közösség, az összetartozás erősítése, mondta köszöntőjében Nagy István polgármester. Somorja már a kezdetektől jelen van a vándorkiállításon, amelyhez idén Érsekújvár is csatlakozott, és a tervek szerint hamarosan Budapest és Bécs is bekapcsolódik. Moson-Magyaróvár és Somorja testvérváros, így a kapcsolatunk sokkal mélyebb, és ezt a hidat, ezt az akadályt szeretnénk mi is átküzdeni, ami Szlovákia és Magyarország között keletkezett, nem csak ezzel a nagy vízzel, amit ide kényszerítettek a két ország közé, a bősi vízlépcsőrendszer megépítésével, hanem azzal a hideg politikával is, amit néha a szlovák politikában a magyar nemzetiségiek fele érződik. Fura története van ennek a felkérésnek, ugyanis egy gazdasági projekt kapcsán szövődött ez a kapcsolat Érsekújvár és Moson-Magyaróvár között, a két város így lépett kapcsolatba, és mivel egyre rózsázóbb a kapcsolatunk és a kommunikáció a két város között, így ez a felkérés is így jött, szó-szót követte, ugye, és az oda látogató tanárok, illetve a projekt menedzserek részt vettek egy képkiállításon, és ezen a képkiállításon esett szó arról, hogy hát itt is szerveződik egy ilyen hasonló dolog, a művészeti panoráma, ugye a kortárs művészeti panoráma, így erre nagyon szívesen vállaltuk a részvételt is, a felszállást erre a kompra. A tárlatot Székely Zoltán művészettörténész ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. Megnyitó beszédében rámutatott, hogy a kiállított művekben a szépség, a kiegyensúlyozottság, a harmónia nélküli világunk tükröződik, amelyre már régóta az értékek felborulása a jellemző. A felsorakoztatott alkotások szinte mind ember nélküli világot mutatnak be, tele vannak erőteljes érzelmekkel, amelyek felfokozott, expresszív módon törnek ki a képekről. Azok az indulatok, azok az érzések, amelyeket a nézőben ezek a képek keltenek, szintén arról tanúskodnak, hogy egy furcsa világban élünk, amely kicsit talán dehumanizált, amely tele van rettegéssel, tele van félelemmel, olyannyira, hogy vannak alkotások, amelyek láttán az embernek kifejezetten veszélyérzete támad.
Az idei megnyitón Lebó Ferenc nívódíjat adott át a KOMP kuratóriumának javaslata alapján dr. Nagy Istvánnak támogató tevékenységéért és Varga Györgynek szervező és alkotó munkája elismeréseként. Nagyon jó sikerült. Tehát érdemes dolgozni, érdemes csinálni, segítettek a kollégák, a barátok, vannak terveink a jövő évben. A Bartók Kamara Színház és a Művészetek Házának színészei keltették életre Molnár Ferenc mindenki által ismert történetét, a Pál utcai fiúkat itt a Fress Károly Kulturális Központban. Harca Grundért, ezek a szavak mindenkinek ismerősek lehetnek Móra Ferenc híres történetéből, a Pál utcai fiúkból, amelyet a Bartók Kamara Színház és Művészetek Házának társulata keltett életre a Fress Központ színpadán. Úgy kezdődött, hogy volt egy lelkes dunaújvárosi pedagógus, akinek a fejében szöget ütött ez a történet, ez a Molnár Ferenc történet, és megpróbálta ezt ő megszervezni, és akkor válogattunk gyerekeket, diákokat, nagyon sok embert megnéztünk, és hát el is kezdődött. Aztán valamiért, ugye hát mindenben van egy kis bibi, ebben is volt, úgyhogy ő kiszállt ebből a produkcióból, így a színház egyik nagyon tehetséges színészét, Kis Attilát megkérték, hogy rendezze meg, van-e kedve hozzá. A darab sajátosságai közé tartozik, hogy a fiatal szereplőket alakító művészek amatőrök. Igazából színházban, színpadon nem játszottak komoly körülmények között, úgyhogy először is be kellett őket törni ebbe az egész történetbe, meg kell tanulniuk fegyelmezetten dolgozni. Sok-sok héten keresztül folytak a próbák, és úgy tűnt, hogy ez egy működő. Az ifjú színészek könnyen azonosulnak a karakterekkel, így például Ácsferit alakító Jakab Márk is, aki a felkérés előtti évben érettségizett ugyanabban a gimnáziumban, ahová a regényben Ácsferi is járt. Amikor rájöttem erre az összefüggésre, akkor belegondoltam abban, hogy tulajdonképpen nincs is közöttünk olyan sok különbség Ácsferi és köztem. Pláne a karaktert nézve, hát most ez nem biztos, hogy jó fényt vett rám, de el kell ismerjem, hogy elég sok dologban lelkitársnak mondhatom őt, és hát mindenképp abból, inkább a próbákból tanultam sokat. Dedecsik Ferencnek, aki a darabban Boka János testesíti meg, az egyik legnehezebb dolgot az jelentette a próba folyamat közben, hogy elrugaszkodjon a regény mindenki által ismert film adaptációjától. Nem csak a nézők tanulhatnak a szereplőktől, hanem a művészek is. A karakter megformálása közben ugyanis több dolog is rájuk ragad. Ami engem nagyon megfogott Boka Jánosban, az mindenképpen az, ami hatalmas nagy tanulság és jó szó lehet a mai korra és a mai emberekre, hogy harcolunk, mert harcolnunk kell, de mégis egy olyan tiszta alappal, egy olyan játékszabályokkal, olyan íratlan szabályokat betartva és azok mentén, amik megtartanak minket ember voltunkban, bármilyen szinten. Előbb-utóbb ide fognak jönni, hogy minket innen elkergessenek, márpedig mi ezt a helyet meg fogjuk védelmezni, mielőtt ők ide jönnének, mi megyünk el hozzájuk a művészkertbe! Megalakulásának 25. évfordulóját ünnepelte a Lajta Néptánc Együttes a Művelődési Központban. A galériában kiállítással emlékeztek az elmúlt évekre. A jubileumi műsorban pedig az egészen apró táncosoktól a felnőttekig mindenki színpadra lépett, majd a táncházban a legkitartóbbak hajnalig rogták a táncot. Hajnalig tartott a Lajta Néptánc Együttes 25. jubileumi mulatsága a Fress Károly Kulturális Központban. Emléklap a Lajta Néptánc Együttes részére megalakulásának 25. évfordulóján. A hagyományok ápolásáért, az ifjúság hagyománytiszteletre neveléséért, a város és környéke kulturális életében betöltött szerepéért. A színpadon a legapróbbaktól a legrégebbi táncosokig mindenki kivette a részét az ünneplésben. A legszebb dolog az a 25 év volt, mert szép volt a kezdés, ahogy mindenki tudta, hogy mást akarunk, mint amit addig csináltunk táncba. Szép volt később azoknak az embereknek a serege, akik aztán erre rácsodálkoztak és beálltak közénk. Szép volt, hogy társas táncot keresett valaki, aztán néptáncosként itt maradt közöttünk. Millió-millió szép emlék, és azt gondolom, hogy nem lehet kiemelni a 25 évből semmit, mert a 25 év egyben volt szép.
Nem csak az értékek megőrzésében játszik fontos szerepet a néptánc együttes, hanem azok továbbadásában is. A gyermekek nem csak táncolni tanulhatnak meg, hanem megismerkedhetnek a hagyományokkal, népi szokásokkal, gyönyörű népdalokkal, mindemellett pedig élményekkel és életre szóló barátságokkal is gazdagodnak. Sok élményt ad ez a tánc, és nagyon sok örömet is, mivel hogy nagyon sok barátom lett itt, és egyrészt, hogy nagyon sok helyre el tudunk menni, és ott is új élményeket és örömöket szerezhetünk. És amilyen táncot táncolunk, ott elmegyünk arra a tájegységre, és ott megtanuljuk azokat a táncokat. És szerintem nagyon fontos, hogy hogy kisgyerekkortól kezdve valaki táncoljon, mert olyan fajta ritmusérzék, olyan dolgok fejlődnek ki benne, ami nagyon sokat adhat a későbbiekre. És hát én nagyon szeretek táncolni, mindig is nagyon szerettem. Jó érzés kicsit visszamenni az időbe és a régi dolgokat megtapasztalni, és megmutatni másoknak, hogy hogy volt régen. A közösség a lényeg az egésznek, hogy mégis velük jó vagyunk, velük bulizunk, és úgy gondolom, hogy ez egy normális keretek között zajlik. Április 11-én, mint minden évben, idén is megemlékezésekkel, szavalóversennyel, irodalmi estekkel ünnepelték a költészet napját városszerte. Ezekből nyújtunk most ízelítőt. Szent Pál szerint a költők Isten titkainak tudói. Hazánkban 1964 óta április 11-én József Attila és Márai Sándor születésnapján ünnepeljük a magyar költészet napját. Mosonmagyaróvár is minden évben megemlékezik a neves költőinkről, valamint a ránk hagyott irodalmi kincsekről. A Haller iskola alsó tagozatosai vers és prózamondó versennyel tisztelegtek az egykori poéták előtt. A rendezvényt Nádi Mária költőnő nyitotta meg. Beszédében elmondta, a magyarnak kötelessége tiszteletet adni az örökség előtt, mert ez erősíti hitünket. Titoknak, megőrzött emlékezetnek, az élet fényének, a nemzet lelkének titulálta a verset. A költőnő gondolatai után a gyermekek voltak soron. Anyu kérdez, apu faggat, ellenőrzött, hová raktad? Ezt kérdezik napok óta. Unalmas már ez a strófa. Nem találom, mondtam bátran. Ott maradt az iskolában. Vagy a padban felejtettem. Vagy útközben elveszettem. A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség az Ady Endre dombormű elé invitálta a lakókat közös megemlékezésre. Műsort a Bolyai iskola diákjai adtak, majd Faddi Horváth Pál önkormányzati képviselő beszéde következett. A magyar kultúra és benne a magyar költészet nem csak néhány hivatásos vagy amatőr kultúrmunkás, hanem sokunk személyes ügye is. Itt a városban is több koszorúzásról, ünnepi rendezvényről tudunk. Vajon a magyar költészet híveinek mindinkább összesugorodó táborán, írókon, tudósokon, tanárokon, diákokon kívül kik fordulnak ma eligazításért vagy vigaszért a költészethez, mondjuk József Attila vagy Ady Endre verseihez? Egyszál akusztikus gitárral csináltuk az egészet, és tényleg egy kávé szürcsöléséhez tartottuk ideálisnak. Azóta persze kialakult a zenekaros formációnk, ide már vonósokkal és egy perkussziós hangszeres fiatalemberrel érkeztünk, továbbá van sound system megszólalásunk, tehát mindenféle hangzásvilágban már csináljuk ezt a vers megzenésítést. Szórakoztató kulturális kikapcsolódást nyújtott sok fiatal számára a Kávészünet együttes költészetnapi koncertje a Fiók ifjúsági klubban.
A megzenésített versek a lágy akusztikus dallamoktól kezdve a slágeres popzenén át a kicsit rockosabb ütemekben is megszólaltak. Mindig az a fontos, hogy a versnek az eredeti mondani valóját megőrizzük. Vannak ritka kivételek, amikor szándékosan kicsit így megbolygatjuk ezt, de általában igyekszünk tényleg a zene atmoszférájával is visszaadni a versnek a hangulatát, és talán ez is az, amiért így lehet mondani, hogy egyre így többen megismernek minket, mert könnyű zenei stílusban csináljuk mindezt, tehát mai fiatalos felfogásban, és néha modernebb dolgokat is beleviszünk, nem azt a régi, népies, hagyományos stílust csináljuk, amit egyébként attól függetlenül nagyon tisztelünk, de ugye rá kell jönnünk, hogy manapság a fiatalok számára az újabb, modernebb zenék azok nagyon népszerűek, és ezért ha az irodalmat így lehet hozzájuk közelebb vinni, akkor csináljuk így, és emellett nagyon szeretjük is ezt, tehát hogy igyekszünk mindig tényleg csak úgy leülni és megzenésíteni egy verset, hogy ne legyen erőltetett, tehát eléggé ösztönösen zajlik egyébként maga a megzenésítés. Nagyon fontos, hogy tetszen a vers, függ attól, hogy úgymond mi alapján válogatunk, mert eddig csak leültünk és válogattunk verseket, és ami éppen megtetszett, de ahogy így komolyodunk mi is, és komolyodik ez az egész kávészünet, így fontos az, hogy úgy tematikusan is válogassuk a verseket, tehát gondolok itt arra, hogy legyen szerelmes versek, legyenek karácsony, legyenek most mondok egy húsvétra, legyen anyák napjára, tehát így próbáljuk ezeket így tematikusan válogatni. Vannak persze felkérések, amikor úgymond kötelező jelleggel zenésítünk meg egy verset, de ehhez is próbálunk úgy állni, hogy egyszerűen jöjjön és könnyedén is. És persze ilyenkor is van, hogy nem sikerül, tehát van ilyen. Volt ez a tehetségkutató műsor, amelyben elindultunk, és akkor annak volt a döntője, amiben már mi versenyzőként nem szerepeltünk, viszont visszahívtak minket azért, hogy zenésítsük meg Szabó Lőrincnek az Esik a Hó című versét, és akkor mindenki közösen azt előadja. Tehát ez például egy elég nagy megtiszteltetés volt, de volt olyan is, hogy mondjuk a 75. szonettet megzenésítettük felkérésre, mert egy úr megkért minket, hogy a felesége számára zenésítsük ezt meg, és akkor ez nagyon jól sikerült, meg elő is adtuk, és nagyon tetszett neki, és azóta is szinte mindig játsszuk a koncerteken. Bár eredetileg mindketten más pályára készültek, a közös hobbi összehozta a kávészünet tagjait. Az egyik tehetségkutató műsorban elért sikerük óta folyamatosan együtt koncerteznek. Egyre inkább fontossá vált számukra, hogy másokkal is megszerettessék az irodalmat. A fiúk országszerte rendhagyó irodalomórákat tartanak. Meggyőződésük, hogy megzenésítve sokkal könnyebb verset tanulni. Vallják, hogy a versekkel olyan érzelmi és gondolkodásbeli hatást lehet elérni, mint semmi mással. Számomra a költészet napja azt jelenti, hogy rengeteg fellépésünk van. Ezen a héten egyébként tényleg nem tudjuk megszámolni, hogy mennyi, de 10-valamennyi, és ami nagyon jó, de azon iparkodunk egyébként, hogy a versek ne csak költészet napján, meg a kultúra napján kerüljenek terítékre, hanem minden más ünnepkor is, hiszen mindenhez lehet társítani egy verset, illetve akár a fesztiválokon is helye van a verseknek, és mi is egyébként egy ilyen pop-rock zenekari formációban ugyanúgy a fesztiválokon is részt veszünk, mint mondjuk egy kávéházban vagy egy iskolában. Maga a költészet napja az nekünk, én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb ünnep, hiszen a magyar szépirodalomnak olyan remekeit tudjuk ilyenkor így nyilvánosságra hozni, esetleg aki nem ismeri, vagy újra elővenni ezeket a verseket, ami egyedülálló értékeket hordoz. Maga az, hogy egy József Attila nevű kollégiumban ismerkedtünk meg Fecóval, és hozzám eléggé közel áll József Attila, tehát egy rengeteg fellépés van, amikor elmondom, hogy például a kedvencem tőle az Óda, és én nagyon szeretem mondani az ő verseit. Ezáltal is mondhatom azt, hogy ő számomra is fontos ez a nap, és persze azok, amit Fecó mondott, azt nem ismételném meg, tehát sok kötődésünk van egyébként József Attilához, és
és ezért is különleges ez a nap. Egész úton hazafelé azon gondolkodám, próbálj közösen, miként fogod szólítani, még nem látod anyád. Mit mondok majd először is, kedves szépet neki. Költészet napja alkalmából a János Soborjai Rizikófaktor zenekar volt a vendége a Huszárgál Városi Könyvtárnak. A jó hangulatú irodalmi esten saját szerzeményeik mellett nagy költőink megzenésített verseit adták elő a kávéházak világába kalauzolva a hallgatókat. Egy nagy kalap borult rám, a kék égsű barátom egy akadt. A köd csakott áll a köz, kivert az éjség, s halálra fáztam rőt kályhák előtt. Da-da-da, 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 da-da-da-da. A műsorban elhangzott néhány olyan szerzemény is, amelyben a mára klasszikussá vált költemények szövegét szőtték egy-egy mai dalba. Leginkább azt szerettük volna megmutatni a fiataloknak és az idősebbnek is, hogy a mai igényes popzene, vagy alternatív zene, nincs is olyan messze a vers világától, hiszen amit mondjuk a 20-as években jelentett a vers, ahogy egy napilapban, vagy mondjuk a nyugatban tudtak kommunikálni egymással az emberek, azt jelenti ma egy rádióban hallható jó szövegű zene, ezt szerettük volna mindenképpen hangsúlyozni, és erre egy nagyon jó, nagyon kézenfekvő eszköz volt a kávéház, a kávéházi kultúra megismertetése, úgyhogy a kávéházi életre fűztük fel ezeket a dalokat, bemutattunk egy kicsit a kávéházi életből, pár anekdótát igyekeztem itt megosztani a közönséggel, és olyan dalokat válogattunk jó részt, amely egy-egy kávéházi költő, egy-egy nagy alak tollából indult el, majd aztán a mi húrjainkon kicsit átalakult, és esetleg egy-egy mai együttes, mai alkotó dalával alkotott valami különleges egyveleget, ami úgy érzem és úgy láttam itt a közönségnél, hogy működött. A zenekar fő célja megmutatni a dalokkal, hogy a költészet és a mai igényes szövegű zene nem áll távol egymástól, hogy a vers a hétköznapok része. Csak hang legyen és fény, sok szép halott állat, mutassa neked, hogy mennyivel jobb nálad. Szeretem, ha visztek, mindegy is hová, egy vetélkedőben nyertem ezt az álmom. Valami dalszól gyerekkoromból, és örülök, hogy a refrén még megy, és lassan a többit is kitalálom. A verset alternatív zenét kedvelő baráti társaságból néhány évvel ezelőtt alakult zenekar változatos hangszereken játszik. Talán a legérdekesebb a koboz, ami ugye egy régi világ hangzását hozza be a zenekarba. Egy nagy bőgőnk is van, a basszus szekciót ezzel szoktuk erősíteni általában, most ez technikai okok miatt beteg állományba vonult, úgyhogy most Norbert barátom basszusgitárral helyettesítette, akusztikus gitárok, elektromos gitárok, és hát van egy ilyen varázstáskám, amiben mindenféle kütyük, csörgő, csengő, bongó eszközök vannak, úgyhogy így ebből szoktunk gazdálkodni. Ülök a padon, nézem az eget, a Central Park, nem a Margit sziget. Itt minden szép, kapok, amit kérek, milyen furcsa íze van a kenyérnek. Micsoda házak és milyen utak, hogy hívják otthon a Károly körutat. Micsoda nép az, íramot bírják, kiápolja most szegényem a sírját. A költészet az nem egy elefánttoronyba zárt valami, amit ma már nem tudunk értelmezni, és nem is hozzánk szól, és csak mondjuk irodalomkönyvek vagy könyvtárak polcain találkozunk vele, és mindenki fújol, mert elemezni kell órán, vagy nem is tudom. Hanem a költészet az igenis egy velünk élő dolog. Tehát ez az embernek egyfajta ingere is. Van, aki
Pajzár Rigmusokat, valaki mulatos nótákat, valaki pedig mondjuk Adit szereti, de a dallam, a ritmus az annyira közel az emberhez, mint maga a zene, úgyhogy én azt gondolom, hogy a vers az egy eszköz a mindennapjainknak, nem szabad tőle elmenekülnünk, meg nem is szabad azt gondolni, hogy ez valami magasröptű dolog. 15 éve működik városunkban a Fantázia Mazsorek csoport, akik szintén nagyszabású színpadi produkcióval ünnepelték a jubileumot a Kulturális Központban. Élő zenével ünnepelte 15. évfordulóját a Fantázia Mazsorek csoport a Kühne Fúvós zenekar közreműködésével a Flashben. Voltak, akik most először álltak zenekar mellett a világot jelentő deszkákon. A közös bevonulás után a legfiatalabb botforgatók vették birtokba a színpadot. Korosztályonként vannak a gyerekek csoportban, van az óvodás csoport, amely a Bóbita óvodában működik, minden évben a nagy csoportosoknak van erre lehetőségük, hogy ezt a táncműfajt megismerjék. Aztán vannak a midi korosztály, az a 6 és 9 év körüli gyerekekből áll, majd a kadettek következnek, a 9 és 12 év körüliek, illetve a juniorok 12-től 15 évig, és az öregek, a szeniorok, akik már humorosan nyugdíjasok. A Fantázia tagjai számos elismerést kaptak már. 2009-ben csatlakoztunk az Országos Mazsorett Szövetséghez, amely által országos versenyeken tudunk megmérettetni, és ahonnan eljuthatunk kvalifikációval az Európa-bajnokságra. 2009-ben volt erre először lehetőségünk. Ahonnét egy 6. és egy 11. helyezéssel tértek haza a táncosok, 2012-ben pedig már magukénak tudhatták az Európa-bajnokság első helyezését is. Jó közösségi munkának tartom ezt az egészet, nagyon szeretek táncolni, szeretem a gyerekeket, és mindezek mellett nagyon jól érzem magam a színpadon, szeretek mosolyogni. Nagyon nagy lehetőséget jelentett a Mazsorett számomra, mert ugye már rögtön, tehát nem az volt, hogy még pár évet tanulnom kell ahhoz, hogy versenyezhessek, hanem már az első évtől kezdve kipróbálhattam magamat, és fejleszthetem a technikáimat. 2009 óta mazsorettezem. Az jelenti számomra a mazsorett, a közösséget, a társaságot, és mindig is közel állt hozzám a tánc. Sok barátom, ismerősöm van a táncban, és jó ilyen versenyekre is járni, meg olyan szeretem levezetni vele az energiát. A vezető mindent megtesz azért, hogy a következő 15 év is hasonló sikerekkel teljen. Nem lesz nehéz dolga, hiszen a lányok nagyon élvezik hobbiukat, és mosolyogva állnak a kihívások elé. Kulissza című kulturális magazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra! A műsorvezető ruháját az Otilia Divat biztosította.